Más itt a szél, másként suhog az erdő. Más nyelven szólnak a patakok, bozót tépi a bujdosó magyart. Kivert, hazátlan, árva és zavart. Uram, te ezt így nem akarhatod. Amerre járunk, ködlepi az erdőt, nyögnek a fák, és tövisek sebeznek. Bármerre indul céltalan nyomunk, még az ösvény is átfordul keletnek. Uram, rendeld már, hogy hazamehessünk. Mindegy hogyan és mindegy milyen áron, nem akarunk többé újdokolni ezen a zord otthontalan világon. Ha kell, gyalog is éhesen vacogva, tépet lélekkel és halálra váltan, csak otthon legyünk egyszer a hazánkban. Vert farkas mellé farkasnak beállunk, vagy koldusnak a templom küszöbére. Rabnak, ha kell, testvér rabok közé. Csak hazajussunk végre, hogy beszélhessünk magyarul a földhöz, s megértsük, amit zúgnak a szelek. A csűrű története az a bölényfáj nyillal átölt orral. Szent László király a Cegei-tó partján vívta a nagy csatáját a kúnok ellen, és a kúnok rossz szokásuk szerint egy bölénycsordát riasztottak meg az ellenség ellen, mindig ezzel próbálkoztak. És az azt hiszem, hogy az lehetett a tank elődje. Elég az hozzá, hogy a bölény bika megtámadta a király rálőtt, elhibázta, az orrán lőtt keresztül egy nyilat, tehát elhibázta. Erre a bölény bika leszúrta a lovat, és a király leesett, csak a királyra indult, hogy a királyra taposson, és egy ismeretlen legény kiugrott a bokrok közül, elkapta a bölénybikát, és behajtotta a Cegei-tóba. De erre felé aztán a király nemességet adott neki, a vas nevet, és a földeket a Cegei-tó két partján körben. És attól kezdve a család ott élt. Na, az eredeti név Vas volt. V-A-S. Aztán később V-A-S-S lett belőle. És aztán tudni akarod azt is, hogy miért írjuk W-vel? Hát nem tudom, hogy ezt a cenzúra megengedi-e majd. Vas György, aki a grófi rangot kapta Mária Teréziától. Őt a kolozsvári protestáns református püspök és az unitárius püspök együtt küldték ki, hogy legyen tagja a gárdának, és járja majd ki, hogy a két egyház, a két protestáns egyház visszakapja a birtokait, mik azokat Lipó császár elkobozta. És hát György szép szállegény lehetett, elég az hozzá, hogy szépen felvitt Isten a dolgát, ő lett a testőrség kapitánya, és a királyné Kebel barátja, és visszaszerezte az egyházaknak ezt. Azonban a német nyelv az a V betűt F
F-nek, ejti. Amikor valami nagy ünnepé volt, gála, bál, vagy mit tudom én micsoda, akkor az az egyenruhás ajtón álló bekiáltja az érkezők nevét. És akkor most bekiáltja, hogy Graf und Gräfin Fass. Mert a németben a V betű az Graf und Gräfin Fass, az túlságosan sok volt, most jönne. És átcserélte a nevét duplavére. Erdélyben az arisztokrácia mindenkivel rokoni viszonyban volt, azon egyszer joknál fogva, hogy az 1600-as években volt egy Mikes, gróf Mikes család, ahol 24 leány volt. És mind a 24 leányt férhez adták. És egyike azoknak az én ükükük anyám volt, szóval én is tőle származok, az egyik Mikes leánytól. És így aztán mindenki rokon. Tehát valamennyi bácsi és néni, azokat én mind ismertem, és mind jóban. Kemény János is egyike volt azoknak a leszármazott, Mikes leány leszármazottainak. És így aztán tartottuk is a rokoni viszonyt. Minden évben a nagy, úgy hitták, hogy marosvécsi vadászat, de az nem Marosvécsen volt, hanem ott a Havasokban, a kemény 40 ezer holdas kemény Havasokban. És ott mindenkor én is ott voltam, minden alkalommal. Tehát jó, nagyon jó barátságban voltunk Jánossal. Hát én nem Cegéből vagyok. A Cege az az idősebb vaság háza volt. Az én vaságom a fiatalabbik ág. Mi Vasas-Szentgotthárdon éltünk, Cegétől 7 kilométerre. Ott volt a nagyapám háza, amit ő épített, mert 48-ban leégették a házat. Ez egy szép nagy ház volt. Ma már ez sincsen, mert lebontották teljesen. De szóval én Vasas-Szentgotthárdon nőttem fel, nagyapám alatt, amiért nagyon hálás vagyok az Úristennek még ma is. Tűnik olyanos, mit tanultam tőle, amit az iskolák nem tanítottak. Például egy napon ő akkor még főispán volt, Désen, és négy lovas kocsival ment be a hivatalba, és egy reggel azt mondja, hogy na hát, Albi, ma este kezdődik a vadkacsa vadászat, és én azt nagyon kedveltem nagyapám mellett. És légy a Füzesnél, az körülbelül 2 kilométerre volt hazulról, légy a Füzesnél 5 órakor, ott várlak. És ezzel nagyapám elhajtott. Sajnos ugyanazon a napon vendégek jöttek, 3 fiúval, Betlen István a felesége, és a fiai. És azokkal mi úgy eltöltöttük az időt, hogy én megfeledkeztem nagyapámról. És mikor a sötétben hazaérkezett, félrehívott, és azt mondta, hogy ott leszel 5 órára. Csak egy mentséged van, meghaltál. De amint látom, nem haltál meg. Hát mi történt? Hát elmagyaráztam, hogy mi történt. Súlyos bocsánatkérések közepette, és akkor nagyapám ezt mondta. Ha valakinek a szabadat adott, hogy ott leszel, akkor ott leszel. Megmondom miért. Mert ellophatod a lovamat, és visszaadod. Ellophatod az aranyórámat, és visszaadod. Mindent ellophatsz tőlem. Csak egyet nem. Az időt. Azt nem adod vissza. Nem térítheted meg.
Az időt nem lehet megtéríteni. Német Vizsla, nagyon öreg volt az is már, amikor gyerek voltam. Csak 2 vadkacsát engedélyezett a nagyapámnak. Azt ő elhozta, de nem a harmadikat. És mikor mi mentünk vele vadászni, nagyapám kutyájával, csak 2 vadkacsát lehetett lőni. A harmadikat nem hozta. Aha, jó van. Samu bácsi, amint tudod, ő Kossuth küldte ki, mint nagykövetet, és itt ragadt. És itt ő elment aranyat ásni, és sikerrel ásott. Ahogy ő mondta, mikor mondta, csak 3 embert kellett lelőjön. Ami nagy dolog volt annak idején, mert úgy lőtték egymást, mint mi volt az a nyulat. De az ember olvassa ezeket a régi aranyásús történeteket, akkor tényleg az ember rájön, hogy ő nagyon békés ember lehetett, mert csak 3 puszított el. És aztán neki lett, ő bedolgozta magát aranypénz készítésre, szóval ilyen, nem tudom, hogy hívják azt, nyomda, nem nyomda. Pénzverde. Pénzverde, úgy van. Pénzverdéje volt, és aranypénzeket csinált, ami most megér 1 10 dolláros aranya, 1500 dollárt. Láttam a kiállítást ebből. Szóval aztán Sang bácsi hazatért meghalni, miután segített újraépíteni San Franciscót a nagy tűz után. És öreg volt már. Én azt hittem mindig, mikor ha beszéltünk Samu bácsiról, odahaza apámmal és nagyapámat hallottam, hogy ő van nagy darab ember volt. Egy kis öreg ember jött haza, valószínűleg nagyon jó volt a pisztolyjal. Sikerült azokat az embereket elfogni, elcsípnie. Elég az hozzá, hogy oda jött meghalni. Soha nem beszélt arról, hogy családja lett volna itt. Nem is tudta arról senki. És mikor én kezdtem az amerikai magyar szépmés céget építeni, és ezekre az irodalmi körútakra mentem, akkor találtam San Franciscóban vasakat 2-vel írva, és megismerkedtem egy hölgyel Vancouverben, igen, ez a Helene Vas Vancouverben, meg is kérdeztem. Megismerkedtem vele, és megkérdeztem, hogy how you got this name? It's a Hungarian name. Azt mondja, I know. Samuel Vas was my grandfather. Hát ennyi a történet. Samu bácsiról, aztán ott halt meg szegélyben. Hát kutya, haja jöttünk el. Erdélyi fák között egy évben 2 hull a falevél. Ősszel, amikor a hervadás leszáll, s az árvafák közül zúgni kezd a szél, és tavasszal, mikor a holt mezőre az élet lüktetése visszatér. Nálunk akkor is hull a falevél, nálunk akkor is búsak a lelke, mikor a rónán pacsirta dalol.
Úgy ég olyankor. Úgy fáj valahol. A kereseti lehetőség megvolt az írásban. Ilyen mecénások, mint Kemény János, Bánfi Miklós. Bánfi Miklós nélkül nem lett volna Erdélyi Szépményes cég. Azt ő finanszírozta. És ő volt, aki felfedezett engem. Az első könyvemet, a Farkasverem címűt, azt ő olvasta át először, és ő vállalkozott, mint a Szépményes cég, hogy a Szépményes cég kiadja, és a Réva is kiadta. Szóval ez volt az első könyvem, és ezt Bánfi Miklósnak köszönhetem. Az Erdélyi Szépményes cégvel kapcsolatban nagyon szép emlékeim vannak, amiket féltve őrzök. Ezek között a legszebb, de azt tudod te is, hogy mi minden nyáron, rendszerint júniusban összegyűltünk Marosvécsen. Én minden alkalommal Tamási Áronnal voltam egy szobában, és Bözödi Gyurkával. És nem voltam se Toronyban, sehol, hanem az úgynevezett vendégházban, nem tudom, hogy az most micsoda, ez egy kisebb épület volt, 5 szobával, egy szinten, mind az 5 szobának külön bejárata volt. Szóval kényelemben voltunk, és jól. És Tamási Áronnal és Bözödi Gyurkával elbeszélgettünk jól éjfél utánig. Az 3 gyönyörű nap volt. És ott az asztal körül, amíg még ma is megvan, ott ültünk és gyűléseztünk. És mi alatt ott ültünk és gyűléseztünk, a nagy tölgyfák alatt láttuk az őzeket. Kijöttek legelni, nem féltek tőlünk. De amit el akarok mondani, az egy külön szép eset. Minden este valamelyikünk fel kellett olvasson valamit. És ezen a bizonyos estén, azt hiszem, talán 33-ban, vagy 34-ben lehetett, Dzsida Jenőn volt a sor. És ő akkor először felolvasta és bemutatta a Magyar Zsoltárt, Psalmus Hungaricus név alatt. És ebben volt az, talán ha ismered, ha idézek belőle, ő abban az évben bejárt a Franciaországot, a legszebb vidékeket, és valahányszor szép irakban szép vidéket látott, mindig Magyarország is, Erdély fájt neki, és ez kijött a versben is. És itt vannak azok a sorok, amikre én visszaemlékszem még ma is. Azt mondja, hogy mérges kígyó legyen eledelem, ha rólad megfeledkezem. Ó, Magyarország! Nyelvemen tüzes vasszeget üssenek át, amikor na téged emleget, szeretett hazám. Mikor ő ezt befejezte, ezt a verset, könyv volt mindenki szemében. És akkor Kós Károly felállt Barázdás harcsán, hultak le a könnyek, oda ment Dzsida Jenőhöz, megölelte, és azt mondja, te taggyos, hogy mehetsz ilyen szépet írni? Ez valóban Kós Károly volt. Ha elszáll majd a legutolsó álom, amelyben hittünk még egy kis nyarat, s a napsugár is messze költözött, reménytelen, nagy hómezők fölött. Nekünk mi marad? Még ma is elérzékenyedem, ha erre gondolok, és a szép napokra, amiket ott eltöltöttük.
Kis Jenővel még egy darabig összetöttetésben maradtam. De aztán, miután halálra ítéltek a románok távollétemben, nem volt hasznos számára, és így volt annyi eszem, hogy nem háborgattam többet levelekkel. A halálítélet akkor kezdődött ellenem, amikor megjelent angolul az Adjátok vissza a hegyeimet. Ez egy olyan smi volt, amit a románok nem tudtak megbocsátani. És... Pedig az igazságot is meg lehet szokni. Igen, de nehéz. És akkor itt ellenem is hajszát indítottak, de Nixon volt az, ő volt akkor az elnök, ő volt az, aki megvédett. És kijelentette, hogy politikai okokat nem ismernek el oknak, amiért nem szeretnek a románok, az nem jelenti azt, hogy bűnös vagyok. Különösen segített az is, hogy mielőtt összeomlottunk, akkor még sikerült 18 zsidó családot Szamosújváról elbújtatni a Havason, ahol én ismertem minden fát és bokrot, és ahol voltak vadászházak a nyári vadászatok számára, és azokba például egyetlen egy család hagyta csak ott az erdőt, mert jobban félt a medvéktől, mint a németektől. Mikor kiderült, hogy Amerika nem ad ki, akkor Ceausescu volt már uralmon, és kezdte küldeni ellenem a fogdmegeket. És hogy miféle fogdmegeket küldött, az abból is látható, hogy innen a kapuból elhibáztak, amikor a rózsáimat nyestem. Kétszer is rálőttek a kocsiból, mind a kétszer elhibáztak. Az egyik golyónyom, ami ma is látható a kapun. Ez volt az emlékszem. Igen, na nézd meg! Én ott voltam, a rózsákat nyestem. A kapu ott, ők a kapuból lőttek. Hát valóban elhibáztak. De az nem, hogy elhibáztak, hanem kiküldenek olyan embert, aki nem tud egyenesen lőni. Ez tipikus román dolog volt. És a kocsit, ez is tipikus román dolog, a kocsit megtalálta a sheriff innen 14 mérföldre az út szélén, kijukadt a kerekük. És szóval elfogták őket, levitték Miami-ba, és mivel diplomata útlevele volt mind a kettőnek, nem tettek semmit, hanem repülőre ültették őket, és hazaküldték. Na ez a sheriff McCall, ő az egyik, ő egy híres sheriff, aki ellen New Yorkban már nagy támadást intéztek, mert bizonyos bajkeverők itt nyomtalanul eltűntek néha. Nagyobb, híresebb bajkeverők. És ha nem tudták, hogy hogyan, csak azt, hogy utoljára sheriff Willis meg Kallal voltak bajai. Aztán, mikor én a románokkal bajba kerültem, akkor a barátom kivitt az erdőbe egy helyre, és megmutatta a világ legnagyobb sűjesztőjét. Erre nincs is magyar szó, tudtomra, a quicksand, gyors homok lefordítva, amilyen gyors iszap. Tudnék, ez azt jelenti, hogy aki abba belelép, az süllyedni kezd, és lesüllyed 50-60 méterre a felszín alá.
Tehát ő kivitt ezt, megmutatta, ez a legnagyobb, amit én valaha láttam. Szobanagyságú. És azt mondja, hogy ebben már 28-an vannak. Tehát, hogyha a románok újra maga után jönnek, lője meg őket, tegye a kocsiba, hozza ki ide, és eressze ide be. Aki itt benn van, az még a feltámadáskor se támad fel, mert nem, ha oda lenn, nem hallatszik az arkangyal trombitája. De szerencsére nem került sor rá. De ha sor került volna rá, úgysem mondanám meg. Hanem most újra megjelent egy cikk a Cara Romana című újságban, amit ezek a vátrások adnak ki, hogy én még mindig itt vagyok Amerikában, és kérik a kiszolgáltatásomat. Ami természetesen nem fog menni, már a kezdetben bedöglik. De szóval még mindig ez azt jelenti, hogy ott nem évült el a halálbüntetésem. Tehát ha most hazalátogatnék, nagy örömmel lefognának. És még azt is meg kell mondjam, hogy ezért nem fogadhatok el meghívásokat Magyarországra se, mert a hosszú kezük oda is elnyúl, ahogy megtudtam, és ott se lennék sokkal biztosabb, mint Erdélyben. Ha én ott maradtam volna, engem kivégeznek, de őket nem végezték ki, tehát jó, hogy ott maradtak, és valóban látják, hogy mi történt, szemtanúk. Ha az író szemtanúja valaminek, az előbb-utóbb kijön belőle. És ez nagyon fontos most. Csak annyit tudok mondani, hogy az író kötelessége az, hogy írjon, és hogy azt írja, amit ő úgy ismer, hogy ez az igazság. Na, az igazságot különböző ember különbözőképpen látja és ismeri. De a fontos az, hogy aki író, az az igazságot írja, vagyis azt, amit ő igazságnak tud és ismer. Hogy az nem mindig egyezik a mások szempontjával, az nem fontos. De a fontos az, hogy ennek a, hogy úgy mondjam, igazság ágazatnak is legyen egy szóhordója, vagy szóvivője. A százszor átkozott is az, aki magyar, nem lehetek más. Ha egyszer az vagyok. Ma még inkább él a transzilvánizmus gondolata, mint azelőtt. Mert rengeteg hely van ezen a földön, különösen Európában és Közép-Európában, ahol két vagy három nemzetiség él együtt. Kényszerűségből kerültek oda többnyire, de ott vannak, és ott élnek, mindegyik nemzetiség a maga életét kell élje, mint ahogy Svájcban élik. Tehát a Svájcban meg lehetett ezt csinálni. Semmi akadályát nem látom annak, hogy nem lehetne megcsinálni Erdélyben is. Túlzott nemzetiségű érzés, ami ennek az akadálya. Ma a románokat a vátra gyűjti össze, és ha én a magyarokkal beszélek önálló Erdélyről, még ma is görbén néznek rám. Annak idején odahaza valósággal görbén néztek rám. Szentségtörésnek tartották. De hát szerintem ez az egyetlen lehetőség. Ha ez megvalósul, akkor lesz egy szép, békés és gazdag Erdély.
Mert Erdélynek a nagy baja az, hogy gazdag. Mindenkinek kell. Kellenek a bányák, a természeti kincsek, a természeti szépségek. Még az erdők is kellenek, a fa. Csak mi erdélyek nem kellünk senkinek. Ha majd a dombot hómező takarja, temető lesz a tölgy erdők avarja, s holttá némul minden vadpatak. A tél kacagva szórja a szelet. Vándormadár lesz minden boldogságunk, és enyhülés többé hiába várunk. Mert jaj, akkor majd sírni nem lehet. Elhagytam az országot, úgy mondhassam, Kolozsvárt kezdtem elhagyni, és az utolsó kép Kolozsvárról, amire emlékszem, élesen. Ott van a Szent Csárdának hívtuk, a szürke nővérek által gondozott szálloda és vendéglő a sarkon, szemben a Mátyás templommal. Ott térdelt egy ilyen szürke apáca, nézett fel a keresztre és imádkozott. És egy lélek nem volt sehol, az orosz tankok jöttek le a feleken. Hallani lett a dübörgésüket. Utána a németek már felrobbantották a Szamos hídot. Akkor a katonai gépkocsival áthaladtam rajta. Mögöttem felrobbantották a hídot. Aztán onnan kezdve a Szilágyságon át, Szatmárnál, az Alföldön harcoltunk az orosszal. Nem román csapatok voltak ott, hanem oroszok. Aztán Tisza védelembe tettek bennünket. Akkor én Fónagy vezérkari ezredesnek voltam a segédtisztje. Akkor már Vereslai bácsit a németek lefogták. És engem is lefogtak két napra. Eltörték három ujjamat. És amikor kíváncsian kérdezősködtek, hogy hol van Lajos bácsi, én tudtam, de ők is tudták sajnos. De azt én nem tudtam, hogy ők tudták. És megharagudtak kissé, eltörték az ujjaimat, még ma is bajom van velük. És szóval akkor én Fónagynál voltam, segédtiszt. Aztán ott segédtiszteskedtem. Egészen addig, amíg elhagytuk Magyarországot Sopronnál. Ez húsvétkor volt. 45 húsvétján? Igen, 45 húsvétján. Akkor már együtt voltam a fiaimmal, és az idősebbik fiam még ma is emlékszik nagyon jól, hogy lőtték az oroszok a vonatot, amikor mentünk ki. Az számára nagyon mulatságos volt. És roppantul érdeklődött, hogy az oroszok miért akarnak minket kilőni. Aztán vigasztaltam, hogy nem minket akarnak, hanem a mozdonyt. De nem sikerült. Így aztán kijöttünk. És én nem, pana, azt írták különböző újságokban, hogy nyomorogtam. Arról nem volt szó. Én a Bajor erdőben helyezkedtem el, és mivel okleveles erdőmérnök vagyok, ez az egyik foglalkozásom, úgy mondjam, rögtön kaptam állást az amerikaiaknál. Turn Taxis herceg Erdélyt kellett kimérjem az ők számukra. 40 ezer holdat belőle, amit ők azt hiszem kibéreltek, vagy megvettek, vagy mi a fene. De szóval azt használták. A Funtinelli boszorkányt valójában a Bajor erdőben kezdtem el. Nagyon korán. Tudnélik, kimentem az erdőbe, egy tönkre letettem az írógépemet,
másik tanket odagurítottam, azon én ültem, és ott kopogtattam a Funtinelli boszorkán. Ott találkoztam az első amerikai csapatokkal. Egy 5 amerikai legény jött, és megláttak ott engem, és odajöttek. Hát én angolul nem tudtam. Kérdezték, hogy mi vagyok, ki vagyok. Nem volt nálam semmiféle papír. Erre a legjobb tudásom szerint azt mondtam, I am the Hungarian Shakespeare. Ezen aztán nagyot nevettek, megveregették a vállamat, találkoztak egy bolonddal, és csokoládét adtak, cigarettát adtak, nevettek és elmentek. 2 napra rá le kellett menjünk a faluba, az első hivatalos papírt megkapjuk, hogy ki vagyunk. Én ott álltam a sorban, és az egyik katona meg felismert, és mutatta a többinek, hogy ott van néha bolond, aki azt hiszi, hogy ő Shakespeare. És erre odajöttek hozzám, kivettek a sorból, bevittek a kapitányhoz, és a névjegyemet elővettem, átadtam a kapitánynak, ezt ő beírta, mint nevet, és így kaptam az első igazolványt tőlük, mint bolond. Aztán onnan 2 évvel később átmentem Hamburgba, első feleségemnek ott volt a családja. A család nem volt nagyon kedvemre való akkoriban, vagy én nem voltam a kedvükre való. Szóval az építkezésnél kaptam egy nagyszerű állást, éjjeli őr voltam. Úgy jöttem ki, mint földmunkás. Tudnék, tanult embert nem akartak itt. De azért kiszivárgott hamar, hogy bár értek a mezőgazdasághoz, de ennél több is van bennem, és akkor kaptam egy állást TAF szenátor segítségével. Itt Floridában, Dillonben, a Dillon Military Academy hívott meg, hogy tanítsak mértant és algebrát a diákoknak. Tehát ezt tanítottam, hogy miért gondolták, hogy én algebra specialista vagyok. Jó Isten tudja, én nem kérdeztem, és ők nem mondták meg. Mikor aztán ez a katonaiskola megbukott, sajnos, mert jó iskola volt, akkor meghívott az University of Florida Gainesville-ben. Ott meg minek hívtak meg? Mikor megtudták, hogy én erdész vagyok, és van egy gazdasági diplomám is a doktorátus alatt, akkor megijedtek. És elmagyarázták nekem, hogy hát nincs hely a gazdasági iskolában, se az erdészetiben. Rájöttem hamar, hogy miért. Tudjuk, ez mind a kettő egy politikailag irányított intézmény volt akkoriban. Valószínűleg ma is az. De hát rájöttek, hogy én beszélek több nyelvet, és erre azt mondták, hogy hát a nyelvészeti iskolában ott van hely. És akkor ott helyeztek el. Franciát és németet tanítottam jó néhány esztendeig, amíg a végül nyugdíjba küldtek. Mi úgy kerültünk ide, hogy ez közel esik Dillonhez, ahol az első állásomat kaptam. És én erdőben akarok lenni. Az Ocala National Forest, ez 425 ezer hold. Lakatlan terület, erdő. Tehát én ide jöttem. És itt, most már azt is tudják, hogy mi az idő. És itt ez a ház egy nagyon lerongálódott állapotban eladó volt. És letettünk 2000 dollárt, és 50 dollárért havonta megvásároltuk. Az egész ár, amit fizettem érte,
$5,000 volt. És ez nem egy villa, ez Ásztornak a vadászháza volt. Annak épült 1881-ben. Mi aztán rendbe szedtük, és valóban házat csináltunk belőle. És nagyon szépen itt az erdőben meg tudtam élni. De megmondom őszintén, hogy én szerencsésnek tudom magam, hogy ide kerültem. Mert a dél és az észak bár egy ország és egy nemzetnek tudja magát, de nem azonos. A déli amerikai gondolkodása egészen más, mint az északi. Ezek nem hiszem, hogy valaha is megegyeznek egymással, és valóban békét kötnek. A déli, amit én itt megismertem, sokkal közelebb áll Európához, mint az északi. Rideg, üzletember. Itt még az érzelmek fontosak. És ezért is vannak annyi gyilkosság, mert az meg a szabadsággal jár. És én megmondom, én itt valóban egy második otthonra találtam a déliek között. Ezek között engem elismertek, mint arisztokratát, magyar arisztokratát. Tiszteltek és becsültek, mint olyat. Az északon élő az már azzal, hogy magyar voltam és arisztokrata, már az egy rossz pont volt. Tehát én itt otthon találtam valóban. És sok olyan embert ismertem meg, hivatalosan is, akikkel meg tudtam értetni magam. És azok között különösen, akikkel én jó barátságba kerültem, voltak a horgászok, a vadászok, és a pálinka kisüstösek. Tudjuk, nekem is volt kisüstöm odahaza, ahol boróka pálinkát készítettünk, és csak ott nem volt törvényellenes. Itt törvényellenes. De az itt nem számít sokat. Azt elnézik. Az egyik szomszédom például a legnagyobb kisüstös volt, akivel én úgy kerültem barátságba, hogy mikor vadászni voltam kint az erdőn, láttam csillogni valamit a Palmetto őserdőben, és kíváncsi volt lévén, oda mentem, megnézem, mi az, és az egy kisüstölt, egy kunyó, nagyon szépen épült, komolyan épült kunyó, aminek a teteje bádoggal volt befedve, tehát csillogott a napban. Mikor én hazajöttem a vadászatból, bementem egy pohár sörre ehhez a benszülötthöz, és hát elmondom neki a magam módján, hogy székely módon, hogyha nekem lenne itt egy kisüstöm, én nem födném be bádoggal. Rám néz, kérdő, miért? Mondom, mert csillog a napsütésben. Valóban csillog? Mondom, igen, csillog. Másnap kimentem vadászni, már nem volt több is csillogás. Befödte pálmalevelekkel. De attól kezdve jó barátok lettünk. És híre ment ennek, hogy én segítettem egy moonshine emberen, itt moonshine-nak nevezik a kisüstöst, és akkor ugyancsak figyelmemet felhívták arra, hogy itt az országút mentén van egy magányos pálmafa, körülbelül 50 lépésre bent a sűrűben. És minden nap egy sheriff office-ból, egy deputy sheriff a kocsival megáll az úton, kivesz a kocsiból két üres gallonos üveget, beviszi,
és kijön kettővel, ami teli van. Beül a kocsiba, megfordul, és visszamegy. Megtudtam azt is, hogy az egyik ebből, akkor már jó barátom volt a sheriff, a híres, Lake County sheriff, Willis McCall, és ő kapta az egyiket, és a Judge Hall, a bíró, a másikat. És ez minden héten pontosan megvolt. Na, a szörny az egy másik dolog. Az egyik kisüstös barátom ugyanakkor ígynevezett idegenvezető volt, és a folyóra vitte ki a nagypénzű horgászokat, és jó pénzért elvitte a jó helyekre, hogy fogtak nagy halakat. És ez egyszer az ide jön hozzám. Na, én hallottam már azelőtt az Astor Monsterről, Tallahassee Gazette az 1800-as évek végén írt róla, és egy másik, már nem emlékszem mi a neve, egy másik floridai újság is írt róla, még az Astori időkben, vagyis amikor Astor még Astorhoz tartozott. Astor volt a tulajdonosa, és ide járt ki vadászni, horgászni és asszonyozni. És elég az hozzá, hogy a képét is megláttam, ez egy egyszarvú, óriás aligátornak látszó valami. Szóval hozzám jön egyszer ez a kisüstös, és azt mondja, hogy megmutathatom magának a nyomát az Astor Monsternek, mert most megint itt van, és jó lenne, ha az újságok írnának róla, mert az hozza az idegenforgalmat. Tehát kimentem vele a Lake George partján, kivitt egy ilyen iszap, ahogy így nevezik, iszap padra, amelyeken valóban voltak nyomok, egy körülbelül két arasznyi hosszú és egy arasznyi széles nyom, ami úgy látszott, mint egy aligátor, óriási aligátor nyom. Csak egy baj volt vele, hogy minden láb bal láb volt. Az Astor Monsternek akkoriban nem volt jobb lába. És ugyanakkor pehely könnyű állat kellett legyen, mert ahhoz képest, hogy a lábak nagysága szerint legalább egy 20 méter hosszú állat volt, alig süpett be a homok a iszapban két ujjnyira. Tehát erre felhívtam a barátom figyelmét, aki megköszönte ezt a tanácsot, és megígérte, hogy holnapra kijavítja, amit meg is tett. És másnap valóban rendes, elfogadható nyomok voltak. Tehát én betelefonáltam Orlandóban, az Orlando Sentinel akkori szerkesztőinek, akinek Ormond Powers volt a neve, még ma is itt él körülöttünk, és ő kijött, és elcsodálkozott, hogy úgy mondjam, elszörnyülködött, mondta, hogy ez a nagyon veszedelmes állat lehet. Ha mondom, eddig még nem nyugasztott meg senkit, és nem is ijesztett meg senkit, mert nem hallottuk hírét az ijegységeknek. Tehát aluk, hanem csak éjszaka jár. És ő ezt kihozta a labban. És erre valóban megindult az idegenforgalom, és a pálinka főző barátom sok pénzt keresett, mert rengeteg éjszakról ide került turista látni akarta a nyomot, és remélte, hogy meglátja az állatot is, amelyik ezt a nyomot itt hagyja. És attól kezdve valamelyszor az idegenforgalom csökken itt a horgász
lakosság körében, és szükség van egy kis pénzmagra, akkor valaki meglátja a Zásztor Monstert, és ezt meghirdetik az újságok, és erre fel újra jön az idegenforgalom. Tehát nem csak Loch Nessnek van szörnye, hanem nekünk is van. Szóval én írtam amerikai könyveket is, angolul, amik nincsenek is, meg magyarul. Mert nekik írtam. Tudnék én, ez a természetemben van. Mivel amerikai állampolgár vagyok, igyekszek jó állampolgár lenni, vagyis azt a nemzeti vonalat követni, amivel felnevekedtem. Ez egy kicsit furcsa hangzik most, ugye? Tartozom a magyar nemzethez, de ugyanakkor tartozom az amerikaihoz is, mert itt élek, és vannak elkötelezettségeim ezen a vonalon. Ez az oka annak, hogy én jó barátságban vagyok képviselőkkel, szenátorokkal, tartom ezt a barátságot, hogy úgy mondjam, a régi jó román módra, vagyis kedves barátság kötök velük, kedveskedek nekik, meghívom vadászni, meghívom horgászni, bár én nem vagyok nagy horgász, mert türelmem sohasem volt elég ahhoz, csak a vadászathoz. De azért szerzek nekik olyan vezetőket, akik olyan helyre viszik, ahol valóban fognak is valamit. Tehát én tartom velük a barátságot, és többekkel is, és igyekszem jó amerikai lenni ugyanakkor, amikor jó magyar vagyok. Az amerikai olvasóközönséget nem érdekelték a magyar könyvek. Még angolul se érdeklik nagyon azok a könyvek, melyek Erdéllyel foglalkoznak. Tehát már pedig ahhoz, hogy sikerünk legyen, meg kell ismertessük magunkat. Tudjuk, a mi nagy bajunk az, hogy nem csak Amerika, de a nyugati világ se ismer bennünket. Nem tudja az igazságot, csak a torzított igazságokat. És ezért nem boldogulunk. Tehát én rájöttem már mindjárt az elején arra, hogy angolul is ki kell adjunk könyveket, magyar könyveket angolul. Na most ezt nem tudtam másképp megoldani, mint pénztelen kivándorló, mint hogy összefogjam a magyarokat. Az elgondolás gyönyörűnek látszott. Megtudtam a statisztikákból, hogy több mint 1 millió magyar él Amerikában, és ennek majdnem a fele Kanadában. Tehát gondoltam, hogyha ennek csak a fele, ennek csak a felét meg tudom szerezni, már nyert ügyem van. De sajnos nem úgy történt. Én elkezdtem járni a magyar lakta vidékeket, de és a következő ajánlattal. $10 tagdíj. Évi tagdíj. Ezért a $10 mindenki kap egy magyar regényt tőlem, ennek angol fordítását, és egy politikai irányzatú kiskönyvet, ami valóban angolul, amit aztán oda lehet adni valamilyen angolul beszélő szomszédnak, vagy iskolának. És így adtuk mi mindig ki. De sajnos az első évben csak 800 tagot tudtam összeszedni a 1,5 millióból. És ez tartotta magát így, felment egyszer 1000-ig, aztán kezdett lemenni, és a végén maradt 200, és abból már nem volt elég pénz. $2000 már nem lehet
komoly könyvkiadást csinálni. Tehát megbuktam. Ekkor megszerveztem, de már kezdtem azelőtt is a folyóiratokat. The Transylvanian Quarterly. Voltak magyarok, akik erre felajánlottak $100-200. Tehát ki tudtam adni 2000 példányban. Persze ingyen kellett szétküldjem az egyetemeknek, könyvtáraknak. Aztán ez megbukott, csak akkor gondoltam, hogyha kiadom a Hungarian Quarterly-t, és abban már belevesszük a Felvidéket is, akkor több előfizetőt kapunk. Hát kaptunk munkatársat különösen, de nem sokkal többet. Akkor aztán megalapítottam a Danubian Research Center-t, és ezzel kapcsolatban kiadtuk a Central European Forum nevezetű folyóiratot, amelyikben mi már bevettük a lengyeleket, akik nagy örömmel jöttek be, hogy ezzel megtárgyaljunk, és előkészítsük a lehetőségét egy Central European, vagyis közép-európai federációnak, ami benne lett volna Magyarország, Szlovákia, Csehország, Ruténia, és onnan felül aztán többiek, lengyelek, stb. A lengyelek nagyon lelkesen segítettek ebben, de ebbe is belebuktunk. Szóval én vagyok a legbukottabb ember ezen a földön. Hontalan vagyok. Mert vallom, hogy a gondolat szabad. Mert hazám ott van a Kárpátok alatt. És népem a magyar. Hontalan vagyok. Mert hirdetem, hogy testvér minden ember, s hogy egymásra kell lejjen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Most már a magam regényén dolgozom, az életrajzomon. Azt írom immár 4 esztendeje. Nem azért, mert hosszú lesz, azért, mert sok a mondani való ebben. Tudnék ennek az életnek a tanulságait is bele akarom vinni a könyvbe. Nem csak egy kalandregény, bár a nagy, hatalmas, marha nagy kaland volt az én életem, ha már így nézzük. Már maga a tény, olyan dolgok, amikről nem is tudtok. Engem elfogtak egyszer az oroszok, a Felvidéken, és erdőben, Istennek hála, hegyek között, megszöktem. De nem egyedül, magammal hoztam az őrömet is. Tudnék, én bementem az erdőbe, azon az ürügyen, hogy dolgomat végzem, de az őr velem jött. Nem bízott bennem, szerencsétlen. Tehát elkaptam a géppuskáját, reászögeztem, és azt mondtam neki, hogy tavaly, amit nekem mondtak azelőtt. És 8 napig botorkáltunk az erdőben, de mivel az erdőben én soha se tévedek el, végén kiérkeztünk az amerikai vonalra, és mind a ketten megadtuk magunkat. Engem vendégül láttak, őt pedig lecsukták. De elég az hozzá, hogy ő viszont menedékjogot kért, és jogot a kivándorlásra,
S ő ma itt van Kanadában. Meg is látogattam többször. 200 holdat kapott Manitobában a kanadai kormánytól. És azzal a kötelezettséggel, hogy 10 évig dolgozza, kapott traktort, állatállományt. Ma már nem 200 holdja van, hanem 600. 601 nehánytól, több mint 600. És még ma is hálás nekem, hogy kiosztam. És mindig úgy mutat be a barátain, hogy ez az ember hozott ki a saját puskámmal. És ebben igaza is van. Hontalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben, minden vallásban, és minden népben, és Istenben. Kié a diadal? Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út s az élet, és maradok ez úton, míg csak élek. Töretlen hittel ember és magyar. Az aggodalom bennem nagy. Ez a mai nemzedék, ez kapott 50 évi agymosást. És majdnem fél évszázadi agymosást. És ez... Én azt mondom ma, hogy magyar nemzet, mint olyan nincs. Tudnék, ugyanezt tették a kommunisták máshol is. Néppé gyúrták a nemzetet. A nép az nem törődik semmivel, csak azon, hogy jól keressen a munkában. Tehát a munka helyért ő hajlandó feláldozni a nemzetiségét. És ma még mindig ennek a nyoma alatt él Magyarország. Ezt én tisztán látom az újságokból, és ezért arra kérek mindenkit, hogy szavazzanak. És ne úgy szavazzanak, mint nép, hanem mint nemzet. Mint egy büszke magyar nemzet, aki voltunk és vagyunk még mindig, akit nem lehet az orránál fogva vezetni. Akár Amerikából való dollárok vezetnek az orrunknál fogva, akár Moszkvából, Moszkvában nevelt vezetők igyekeznek minket elnemzetteleníteni. Hát egye meg a nevem, nyelvemet, botladozik. Na de elég az hozzá, hogy az üzenetem az, hogy ébredjetek föl, magyarok, és legyetek újra nemzet, váljatok nemzetté, ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a magyar közösségért. Hogy van, hogy lehet az, hogy én még élek? Akkor meghúztam. Kérdezték tőle, hogy hát mi van? Mondom, hát ez igaz, én tényleg meghúztam. És hát mit tehetek egyebet? Hát elindultam fölfele. És láttam Péter bácsit állni a kapuba, és mondom, Péter bácsit vagyok. Hát fiam, azt mondja, veled van egy kis bajám, mert benned még mindig sok a gyűlölet a románok felé. Mondom, már rám lőttek meg minden. Hogy ne lenne? Hát ezt le kell vezekelni. Vissza kell menjél. Hát jó, mit tehetek, elindulok le a pokol felé. De alig érek a pokol pitvarára. Nagy kiabalás támadott van. Ceausescu elkezd ordítani, hogy ne engedjék be ide, ne engedjék, mert megöl engem. Ez veszedelmes ember. Tudja, nem volt más tennivaló. Se ide nem fogadtak be, se oda, visszatértek.
Mi atyánk, sokat vétettem ellened, s nagyot, de nézd, megtörtént a te akaratod.